A Bátori utcán működik az MTMI élményközpont, amelyet a Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyházaváros önkormányzata egy közös pályázat révén alakított ki. A központban magas színvonalú oktatást biztosítanak a diákoknak, új szaktantermekben, modern felszerelésekkel. Ez az élményközpont elsősorban az a céllal jött létre, hogy a diákokhoz közelebb hozzuk a természettudományokat, matematika, illetve műszaki ismereteket, hiszen nagyon sok iskolában nem adottak azok a lehetőségek, hogy a diákok tananyagot meghaladó szinten vegyenek részt ilyen foglalkozásokban. És hát nyilván a hosszú távú cél pedig az lenne, hogy majd későbbi tanulmányaik során, életpályaik során inkább olyan irányba terelődjenek, hogy műszaki, természettudományos, biológiai, kémiai ismereteket igénylő szakmákat válasszanak majd a későbbiek folyamán, hiszen ez jelenleg hiányként jelentkezik ma Magyarországon. A programban 20 iskola vesz részt, 10 nyíregyházi és további 10 környékbeli intézmény. A központ február 4-től hétfőtől működik. Napi rendszerességgel 4 órában szerveznek majd élményszerű foglalkozásokat. Javarészt a Nyíregyházi Egyetem oktatói tanítják majd a diákokat, azok alapján a programtervek alapján, amelyet az egyetem dolgozott ki. Az élményszerű oktatás motiválja a diákokat, és jobban felkelti az érdeklődésüket a természettudományos tantárgyak iránt. Tulajdonképpen egy élményhez jutnak, mert élményszerűen fogják megtanulni az összefüggéseket a biológia, a matematika, a fizika területén, és ezzel a tanulásuk is könnyebbé fog válni, hiszen átélik azokat a dolgokat, amit mondjuk az iskola tantermi körülményei között csak egy interaktív táblával, vagy pedig egy tankönyvbe vennék. Itt pedig a valóságba megtudhatják azt, hogy mi hogy működik, mi között milyen összefüggések vannak. A projekt közel 500 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert, de Nyíregyháza önkormányzata konzorciumi partnerként további saját forrást is biztosított az élményközpont kialakítására. Maga az önkormányzat tulajdonában van az ingatlan, amit mi átadtunk a programhoz, és további 69 millió forinttal önrészt és olyan munkátok elvégzését vállaltuk, amit a projekt nem támogatott. Tehát úgy gondolom, hogy az önkormányzat nagyon jelentős eszközök és erőforrásokat támogatja a projektet, amely nem csak a nyíregyházi diákokat fogja majd szolgálni, hanem a térség általános iskoláit és szakközépiskoláit is, hiszen azt szeretnénk, és ez a fő cél, hogy a természettudományos ismeretek megszeressék a diákok, válasszanak ilyen irányú pályát. A képzéseken a tervek szerint 8280 fő vesz majd részt, ők 7 és 24 év közötti diákok.